A száj után sok eső, nagy hideg, böjtiszelek, szélsőséges arcát mutatta idén az időjárás, ami számos növény termésére rányomta bélyegét. Nem volt kivétel ez alul a dohány sem, ami megyénkben itt sokaknak okozhatott problémát, az országos termés 90%-át ugyanis itt termelik meg. Május végétől azonban szépen fejlődtek az ültetvények, a betakarítás pedig július második felében el is kezdődött, de mivel még nagyon az elején vagyunk, hosszú távú következtetéseket egyelőre nem lehet levonni a terméssel kapcsolatban. Az eddig megszárított dohányok és az a szárítóban már belerakott dohányok állapotát, állagát figyelve engedékenyen száradnak, ebből következik, hogy a minőség az várhatóan javulni fog. Mondjuk az elmúlt évi terméshez képest az nem lesz nehéz, mert az elmúlt évben nagyon gyalázatosan alacsony mennyiség és minőségű termést tudtunk betakarítani, de egy jó közepes esztendőre úgy gondolom, úgy a mennyiség, mint a minőség vonatkozásában a jelen állások szerint számíthatunk. Az átlagos terméshozam idén hektáronként mintegy 14 mázsa. Az e fölötti mennyiség már a prémium kategóriába tartozik. A betakarításban nehezíti a termelők dolgát, hogy bár javult a helyzet tavalyhoz képest, még mindig nem áll rendelkezésükre elegendő kézi munkaerő. Egyre csökken azoknak a száma, aki ezt a fajta munkát elvállalja, és sokan azért csökkentik a területet, hogy már nem tudnak megbírkozni egy-egy településre, ilyen tájegységekre is le lehetne jellemzően bontani, és elfogynak onnan ezek az emberek, akik ezt a munkát végzik. Ez egy jó melegbe kell csinálni, koszosnak mondható munka, szóval amikor csinálni kell, ezt is csinálni kell, meg mikor megérett, akkor abban az időszakban le kell azokat a leveleket szedni, szóval nem tűrhalasztást. Szeptember végére, október közepére fejeződhet be a betakarítás, de az időjárás még keresztül húzhatja a számításokat. Egy asszályos időszak például könnyen tönkre teheti az ültetvényeket. A leszedett dohány egyik elsődleges felvásárlója egyébként a nyíregyházi székhelyű ULT Magyarország, amely aztán olaszországi üzemeibe szállítja ki az általa átvett termést. A másik pedig egy szolnoki cég, amely a felvásárolt dohány nagyjából 90%-át itthon értékesíti.